első párként egy gálamérkőzés következik. Szólítom a piros sarokba Csóka Bálintot. Bocsánat, Csóka Nándort. És a kék sarokban Virván Gábort. A mérkőzést Szűcs Veronika, három csillagos aiva bíró, olimpiai bíró vezeti. Szorítóból következik az első menet. És a Magyar-Szlovákia válogatott csapat találkozó előtt egy bemutató mérkőzés. Csóka Nándor és Virván Gábor. Csóka Nándor a piros sarokban, Virván Gábor a kék sarokban. Nagyon gyorsan bemutatnám a versenyzőket itt az első menet legelején. Mi kezdjük akkor a piros sarokba Csókával. Azt kell róla tudni, hogy Európa játékokon bronzérmes volt 2015-ben, és ő volt az férfi év ökölvívója szintén ugyanebben az évben, alig 22 esztendősen. Tehát ő Csóka Nándor a piros sarokba, a kék sarokban levő Virván Gábor pedig szintén ifjúsági Európa bajnoki érmes, méghozzá bronzérmes, úgyhogy két rendkívül kvalifált és tehetséges ökörvívóról van szó. Tehát Csóka a piros, még Virván a kék szerelést öltötte magára, hogy 3x3 percben egy ilyen bemutató mérkőzésen elkápráztassák a közönséget, és hogy láthassuk, hogy mitől szép ez a box nevű sport. Ugye itt, mivel profi rendszerről beszélünk, itt már nincsenek fejvédők, csak kesztyű, illetve fogvédő. Bekezdtek a fiúk rendesen, Virván támadott, Csóka gyönyörűen keresztbe vert ebbe a pillanatba. Most mintha Csóka kicsit aktívabb lenne, már Virván nagyon ügyesen dolgozik, hol testre, hol vissza fejre. Kiegyenlített a küzdelem akkor, amikor az első menetnek elment az első fele. Csók ügyesen lopja a távolságot, és jól méri be Virván, de ő is rendesen el tud mozogni, elég könnyedén eddig. Ez is szép volt, nem talált Csóka. Virvánnak hol a kettős fedezéke, hol az elhajlásai vannak teljesen rendben. De jó, egyfejnyi különbség azért van a két srác, hogy a Csóka nagyvára magasságba. Hát jó, mondjuk félfej, ezért hosszabb is ugye a piros sarokban levő öklöző. Kettős felezzék majd, elhajlás, Csóka négyes kombinációból egy sem talált. Szép jobb csapot volt Irvántól. Erő már annyira nem volt benne, de azért még megtalálta Csókát itt az utolsó fél percben. Megint egy jobb egyenessel hátsóval nyújtott Virván. Megszólalt a gong, illetve a 10 másodperces figyelmeztető. Gyönyörű jobbos volt Csókától. Tehát a Virván Gábortól, és megint egy bal jobb kombináció. Az utolsó 10 másodperc az egyébként a kék sarokban foglaló ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmes Virván Gáboré volt. Előtte Csóka Nándor volt, aki jobban dominált, aki jobban nyomott, hogy ő is Európa játékok bronzérmes, amit ő volt 2015-ben, és 15-ben volt az én férfi ökölvívója, a most 24 éves versenyző. Utasításokat, illetve a frissítőket a tanítványok. Éppen Virván sarkát láthatjuk. Még visszakapcsolatunk Csókához. Következik a második. És akkor következik a második menet. Kijön
első között is talán negára álló első menet után bemutató mérkőzésen. Virván Gábor a kék sarokban, Csóka Nándor a jobban. Lássuk, mivel jönnek ki a srácok. Csóka dolgozik ballal. Virván szépen hajol el ezelől. Jobb csapotta jött vissza Virván, de Csóka is ezért nem tud hajolni, megmutatta is, hogy nem csak támadni, hanem védekezni is tud. Méregetik a távolságot a fiúk, Csóka megy ki ballal. Gyönyörű keresztbeütés volt, mind a ketten jobban nyújtottak támadást. Talán Virván volt, aki előbb talált. Mellettestre Virván, és majd akkor vissza fejre, arra fogja Csóka. Tudnére vitt a felét Virván. Akkor, amikor a másik menet közepéhez érkezünk. Nagyon aktív mind a két fiú. Ha nem biztonsági boxot játszanak, az biztos. Gyönyörű felütés volt Csókától, csak elhalt a kettős verezékbe. Pontosan megy a bal lábbal a szubkálódás. Most Csóka talál a ballal, ma nem tudta föltenni a fedezéket Virván. Megint utol Csókától a jobb. Nem akar neki volt, hogy két éve az év férfélkörű újra. Szépen dolgozik Virván. Jól közömbösíti, ha úgy mondjam, az utolsó percre is a test magasságából eredő hátrányát Csókához képest. Szépen hajol el testem. Jól dolgozik törzsből. Most Csóka befogta, bár mondjuk megint a fejét túlságosan alulra tette Virván. Próbált egy felütés Csóka. Csak fél perc van vissza a második menetből. Most egy kicsit több a fogás, illetve a belharcos bunyó. Gyönyörű keresztbeütés volt Virván Gábortól. Közben ment egy jobb felütés bal csapott Csókától. Egyébként még nem tudta föltörni Virván védekezését. Megszólal a 10 másodperces jelzés. Test, fej, Csóka próbálja mondani, a Virván nem engedi, sőt. Visszatámad, nem is akárhogy támad vissza Virván, rendkívül dinamikus, gyors, erős, le a kalappal. Csóka előtt jól bírja ezeket a rohamokat, meg alapvetően ugye hát jó kis mérkőzést tesznek ide az asztalra. Kötelező frissítés, technikai, taktikai utasítások. Szorítomból következik a harmadik. Következik a harmadik menet, harmadik egyben utolsó menet. Most már nem kell egyedül
vitézkednem, akár csak a srácok a ringben, most mi is kettes vagyunk, Törteli Ferencet üdvözlöm magunk mellett, és köszöntöm a nézők nevébe is. Hát itt az utolsó két percre sikerült becsatlakozni a Csóka Virbán meccsre. Mit gondolsz eddig erről? Nekem úgy tűnik, hogy Virbán egész ügyesen dolgozza le a test magasságából, illetve alacsonyságából adódó különbséget eddig Csóka ellen. Igen, jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Nagyon színvonalas mérkőzést láthatunk. Ugye a srácok már összecsaptak egyszer augusztusban is, akkor is nagyon szoros mérkőzés volt. És most újra azt látom, hogy nagyon színvonalas és kemény bunyót csinálnak a srácok. Mondhatjuk, hogy ez az összecsapás jelenlegi másfél perccel a vége előtt, hogy megint csak haj az egy ilyen döntetlennek tűnő végeredmény felé? Igen, szoros nagyon a mérkőzés, bár talán a tisztább és kemény ütéseket a Virbánnál láttam. Annak el nagyon szoros lesz, nehéz lesz a bíróknak a dolga. Én így azt láttuk az eddigi három menetben, hogy a szűk három menetben, hogy a Csóka próbálja egy néha így testfelütésekkel, majd különböző fejkombinációkkal így megbontani Virbán, de annyira jól az a kettős fedezik, meg törzsből olyan szépen hajol el Virbán Gábor, hogy nehéz egyelőre ezzel mit kezdeni. Igen, ugye próbálja a hosszabb végtagjait kihasználni Nándi, de rendre keresztbe bírja az elhajlásokból, kiveszi magát, és ezek a szűk horgók csapott ütésekkel rendre betalál. Igen, talán most volt így hosszú időn az első, ami elment így homályba, de a többi az eddig mind rendre ült Csóka fején, halántékán. Igen, nagy csatákat szoktak vívni. Abszolút, hát ugye mondtuk, hogy nem hiába, hogy a Csóka volt 15-ben az évférfi öklözője. Igen, ugye Európa-bajnokságon harmadik helyezést ért el. Igen, közben egy szép jobbos volt megint Virbántól. És újra, tehát Virbán is ugye tavaly az IFI EB-n ugye bronzéremet szerzett, úgyhogy két tapasztalt és jó öklözőről beszélünk már fiatalon is. Pontosan. És jó látni egyébként, hogy így a harmadik menetre sem fogytak el kondiba, ugyanazzal az elánnal is harciassággal mennek előre. Igen, itt azért már a fáradtság jelei felfedezhetők, több a fogás, a kapaszkodás, de ennek el nagyon színvonalas volt a mérkőzés. Igen, hát valóban ez egy rendkívül jó fölvezetője a Magyarország-Szlovákia csapatmeccsnek, mondhatjuk, hogy fölhozója, mert ez tényleg a közönséget is egy picit úgymond ráhangolt az eseményekre, meg föltették a lécet a fiúknak, hát valljuk be. Igen, igen. Ez bemutató mérkőzés volt, úgyhogy ha jól tudom, akkor ez egy... Ha bemutató, akkor eldöntetlen. Igen, akkor eldöntetlen lesz a mérkőzés. Ez egy fajta szabály, hogyha bemutató, akkor független annak valós eredményétől eldöntetlen? Igen, a bemutató mérkőzéseknek nincs eredményhirdetése. Nyilván itt a srácoknak nem tudtak hozni ellenfelet, és ezért így egymásra tudtak egy jót sparingolni. Mindenféleképpen úgy mondom, hogy hasznos. Nem együtt készülnek, és akkor ilyenkor az egy erőfelmérőt, meg mégis jó ez a mérkőzés. Abszolút, meg ahogy te is mondtad, éles helyzetben mégiscsak ugye egy gálán vannak nézők előtt, az más az, amikor a teremben lemennek, igen, és csak a mester van ott, a hangulatban minden, így van, koncentrációban. Mérkőzés mindig a legerősebb megterhelés a ökölvívók számára. Igen. Annak ellenére tudták, hogy nem lesz eredmény, és mégis véremelő csata volt, és úgy láttam, hogy mindent kiadtak magukból a srácok. Szokták.